Kalambos Lajos lánya Bogi, ma töltötte be 18. életévét, ezúton is boldog születésnapot kívánunk, és köszöntünk titeket. Jó reggelt! Jó reggelt, negyed négykor született, tehát negyed négykor tölti be, pontosan. Tehát akkor még most nem, hanem délután negyed. Délután negyed négy. 17 akkor született. Napot már számíthatjuk, úgyhogy Nem gondolom. Hogy indult a ma reggel számotokra? Ha nagyon korán, mert a munkába kezdtünk, és készülődéssel. Igen, készülődéssel. De ugyanúgy, mint mindig. Miben rátok még ma, vagy hogyan ünnepeltek? Lesz még egy ilyen családi ebéd, és úgy töltjük együtt a napot, akkor jönnek anyáik is, meg a tesóim is, és utána pedig majd lesz egy kisebb összejövetelm, de az nem a mai napon lesz. Én megkérdeztem a Lucát, ugye, mert a Luca már elmúlt 18 éves, hogy ő annó hogyan készült rá, és igazából ő azt mondta, hogy nagyon-nagyon felkészült volt 17 és fél évesen arra, hogy ha majd 18 éves lesz, megváltozik az élete. Te mondjuk mennyire vagy, mennyire gondolod azt, hogy megváltozik az életed, hogy miben szeretnéd, hogy megváltozzon? Hát igazából erre én is így készültem, hogy jaj, de jó lesz, meg hogy jaj, 18, de most aztán majd két hét múlva rájössz, hogy ugyanolyan, mint 17 évesnek lenni csak. Nem tudom, miből szeretném, hogy változzon. Hát sok minden van nyilván, mert én szeretnék ugye ezt a festést, amit elkezdtem folytatni, és a kiállításomat is, amit apa segített megszervezni. És ez az én ajándékom, hogy megszerveztem egy kiállítást a Lotz terembe. Ez januárban lesz, igaz. A karácsonyi ünnepeket nem akarjuk bezavarni egy ilyen esemény, és azt szeretném, ha nagyon jól sikerülne. Hát amit lehet hozzáteszek. Ott lesznek akkor kiállítva azok a festmények, amit mondjuk eddig készítettél? Igen, igen, igen. Hány darab festményt láthatom majd? Körülbelül 30 képem lesz kint. Szuper. Mi is készültünk. Igen, mi is készültünk. Én megyek, rámegyek erre a tortára. Direkt olyan gyertyát hoztunk, amit nem tudsz elfújni. Boldog születésnapot kívánunk a Fennáram Café nevében. Fogadj sok szeretettel. Édesapádnak ne hagyd belőle. Adok két. Vigyázz, mert nagyon forró. A másik oldalról támadok. Nagyon boldog szülnapot. Bajcsi, megmondom őszintén, hogy akkor az anyukát is kell köszönteni, igen, tehát Bogit is, meg a nagyit is. Én akkor mindenkit köszöntök. Igazából csak azt akartam mondani, hogy hát azért neked is gratulálunk természetesen a nők mellett, mert hát azért milyen érzés neked apaként azt megélni, hogy 18 éves lett a lányod, aki ráadásul egy gyönyörű nő lett, nővé változott. Nekem mindig a kislányom maradt, tehát amikor már nagymama lesz, akkor is a kislányom lesz, az még jó soká lesz, remélem. Nagyon büszke vagyok rá, de a kapcsolatunk attól, hogy ő ma 18 éves, én is úgy gondolom, hogy nem változik, tehát nem történik semmi. Mert gondolom, jól neveltük mostanáig, tehát mindent megtettünk azért, hogy ezen a mai napon ne vált, tehát holnaptól nem csukja ránk az ajtót. Apaként mondjuk hogy éled meg azt, mert én vagyok az első szülött lány, és nálunk mondjuk édesapám eléggé feszült, amikor én egyre közeledtem a 18-hoz, és egyre több fiú jelent meg körülöttem, vagy egyre többször volt az, hogy barátokkal akkor kicsit maradjunk ki éjszaka, vagy menjünk el bulizni. Nyilván, hogyha egy jó nevelést kapott, ahogy úgy gondolom én is, akkor nem kell félteni a lányt. De azért egy apánál ez egy nehéz dió. Ez egy nehéz dió. Volt, hogy elengedtük őt buliba, de azért valakit mégiscsak oda küldtünk, Ólá Csabit, például így figyelni, de hát ő rögtön levette, és fölhívott telefonon. Apa, mit csináltál? Apa, ki ez az ember, mert nagyon néz. Ez tudti, hogy a te. Szóval igazándiból egészségesen féltjük a gyerekeket. Mi egy család vagyunk, tehát van két testvére, és ők nagyon, nagyon közel vannak egymáshoz, 13 hónap választja el a Lalától, és 15 a Lalát az Istvántól, tehát ők szinte nem iker testvérek, de nagyon, nagyon jó testvérek, ők egy nagyon jó csapat, hárman. A Bogi, ő mai napon tényleg nagylány lett, komoly dolgokat lát el, viszi a testvéreit az iskolába autóval, tehát segít a munkánkat, mert ahol mi lakunk, ott nincs se vonat, se villamos, kis vonat se jár még, szóval se hív, tehát semmilyen közlekedési eszköz nincs, és ebben például nagyon nagy segítség, de mindenben nagy segítség. Tehát mi öten egy ilyen kis boly vagyunk, és főleg a velem történt megpróbáltatások még jobban összekovácsoltak bennünket. Nagyon jó, ezt látni, hogy ilyen szimbiózisban vagytok viszont. Baráti, nagyon jó viszonyban vagyunk. Igen. Tehát,
hagyd mondjam, aztán szóhoz hagyom, szóhoz jutott a Bogi is, hogy mindig soha nem mondtuk nekik azt, hogy kicsi vagy hozzá, hanem mindig az ő szintjükön próbáltunk elmondani, és nem volt, ezt megfogadtuk együtt a Bogival, hogy így neveljük majd a gyerekeket. Mindent meg tudtunk beszélni, és tényleg mindent meg tudunk most is, és... Te egyébként érzékeled azt, Bogi, hogy mennyire sokat ad, hogy neked egy ilyen háttered van, akár az osztálytársaidon keresztül, akár más barátaidon keresztül? Milyen szerencsésnek érezted magad, hogy ilyen családban nőttél fel? Igen, én nagyon szerencsésnek érzem ezért magam, mert ez egy olyan különleges helyzet szerintem, amit nem mindenkinek van ilyen, és nekem ez sokat jelent. Ez egy nehéz dolog, az tanítottuk a gyerekeket arra, hogy ezzel a dologgal lehet élni, és lehet vele visszaélni. És arra tanítottuk, hogy ne éljenek azzal vissza, hogy ha egy sorba be kell állni, lehet, hogy őket előre engedik, mert ő a Lajcsi lánya vagy fia. Ugyanakkor az is lehet, hogy valaki, aki nem szeret engem, a gyerekeimen próbálja meg beletörölni a lábát, vagy bármit. Erre még nem nagyon volt példa. Viszont nekem... Bocsánat, nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy te elindultál a művészvilágban, és ugye festesz, viszont te azért egy gyönyörű nő lettél. Tehát miért nem? Én régebben hallottam róla, hogy esetleg kacérkodsz a modellkedéssel, és én például abszolút buzdítanálak arra, hogy a festészet mellett, úgymond a showipar, a divatipar, a fashion világában indulj el, mert gyönyörű vagy. Ennek, ahogy látom, apa annyira nem örülne. Igen, ennek... ezt annyira nem, inkább annak örülök. Nem, mert tudod, ebből, ez most milyen világ ez? Hát most... vagy gyönyörű nőnek? Igen, 18 éves korodtól x ideig mindegyik anorexiás, hála Istennek a Bogi nem, de egyébként vega. Nem vega, de apam ez... Eddig halat sem vett, most legalább eszik már halat, de én ennek nem örülök. Jó, de most... De engem ennek ellenére ér. Érdekel, és szerintem ez is egy jó irány lenne, mert ugyanúgy, ahogy a művészetek, ez is érdekel. Bogi, akkor itt van az egy lehetőség neked, én mondom el neked, 18 éves lettél, tehát most azért édesapáddal szemben nem is azt mondom, hogy fel kell tudnod lépni, de azt kell tudni mondani, hogy 18 éves vagyok, szeretnék ebben és ebben a dolgban dönteni. Na, köszönjük ezeket a jó tanácsokat! Köszönjük ezeket a marha jó tanácsokat! Nagyon szívesen olyan szempontból is támogatom, hogy elviszem egy fotózásra, elviszem egy... Pont erre gondoltunk, tényleg nagyon örülnék. Igen, ennek nagyon örülnénk, de ezt szerintem hagyjuk, mert a festészettel egy maradandó dolog történik. Egy modell, akit fotózom... Most ezt nem leváltja a kettő egymást, hanem... Igen. Zsejkéből nagyon szép kis modell lesz majd később, majd amikor apukája úgy dönt. Nyilván itt nem én irányítom ezt a dolgot, tehát ő dönthet úgy, de én ennek nem örülök. Tehát én ezt nem akarom. Kocsa, szerinted, ha ránézel a Bogira, úgy, hogy igazam van? Ez abszolút van benne lehetőség, természetesen. Tehát ez biztos, nem, hogy... Nem mondjuk kétségbe, csak azért mégse. Ugye, én láttam ezt a világot innen is, meg onnan is, és pont ezért nem akarom, hogy a lányom egy ilyen szituációba kerüljön. Igen, az apukák ilyen szempontból... Kipróbálni, és tényleg érdekel. Hát kipróbálni, ez se jó ötlet. Igen, de ez abszolút jó ötlet. De kipróbálni most az... Tudom, kipróbáltam a festészetet, Bogi kiderült, hogy tehetséges. Aki 3-4 éves kora óta rajzolgatott, és mindenki is rajzát bekereteztünk. És ez adott neki annyi ambíciót, és aztán nyilván tanult, fejlesztette. Tehát mondjuk egy modellkedésben az, hogy most a lábam hogy teszem, vagy szóval abba... Azért, mert te soha nem voltál modell. Nem is akarok lenni ezzel a formával, a gyerekek, a modell. Tehát rajtam röhögött a fél ország, amikor 40 kilóval több voltam, tudod, hogy így dáridózok, hát... Lajcsi, nem, én most itt, engem nem ért, élőadás, én a Bogit el fogom vinni. Hát ezt nem szeretnénk, szóval ezt ne használjuk. De rendben van, hogy te nem szeretnéd, 18 éves. Várjál, most már nem kell, hogy felhívjalak, vagy bármiről egyeztessek veled. Tehát igazából én a Bogit direktben meg fogom keresni, és azt mondom neki, hogy én intézek egy castingot, egy fotózást, lehet, hogy összehozom egy ruhamárkával. Ez tényleg marha. Látok lehetőséget. Én szeretnék ezen azért ott lenni, ha lehet elkísérni. Biztos, hogy nem. 18 előtt tudtál ott lenni. Igen, de tudod, ez úgy van, hogy olyan a kapcsolatunk a kislányommal, hogy szerintem ez nem fog menni. Uh-huh. Én, ha most fölhívna a Berki, szólná nekem, hogy hívott a Berki? Hát attól függ, hogy esetleg lenne valami ilyesmi, akkor így... Megemlíteném így. Na, megemlíteném. Bogi, az elég, ha 4-5 nappal később említed meg. Az teljesen jó. Istenem.
Hálló, hogy ide bejönni, gyerekek. Nagyon szépen tökéletes. Köszönjük a formát, a lehetőséget, de annyira nem vagyok most happy ettől. De azt én elfogadom és megértem, de azt hiszem tudnod kell, és én azt mondom, hogyha majd az én lányom is felnőtt lesz, és 18, és hasonlóan valaki hogy engem... Én fogok örülni, hogyha valaki azt mondja, hogy lát mondjuk lehetőséget. Most ezt mondod, mert a kislányod most kislány, de ő benne azért már egy csajt látnak sokan. Tehát, most már nővé változott, 18 igen, éves. Gimnáziumban jár még, tehát még védve van, hogy így mondjam. Hogy próbálja visszahúzni a lajcsét? Hát mindenképp. Eljössz velem egy fotózásra? Igen, én nagyon szeretném. Igen, apukáját is viszi. Ne. Apukáját is viszi, anyukáját, nagymamáját viszi. Persze, abban mindenképpen. Nem, a Bobi kimondta, Lajcsi nem jöhet, mi ketten a testvére szokta őt fotózni, akkor legalább azt hagyj meg, az öccse. Az öccse szokta fotózni, István. Rendben. Viszont akkor te mondjuk elmondhatod azt, hogy mondjuk akkor a Femárom Café nézőjének mit ajánlasz fel, mert ugye valószínű, hogy rólad modellképet nem tudunk készíteni. Hát a kislányomról se. Tehát ne, azért mondom, hogy... Jó. Koncertjegyek készítettek. Koncertjegyek, igen, most te kiestem teljesen ebből az ebből a... Mondhattad volna előre. Figyelj! Én azt gondolom, hogy a modell szakma egy nagyon fontos dolog. Valami mellett. De hát ez már itt van a művészet, a festés. Hogy nincs mellette. Nem mondta, hogy holnaptól nem fog festeni. Figyelj. És nem lesz, mert nem lesznek az előadást. Erre csak annyit mondhatok, bocsánat, hogy tudom, mert nálunk is tényleg ugyanez van, hogy nekem volt a táncművészet, és amikor megtudták, hogy ebbe a fotelbe be fogok ülni, nem örültek annyira az otthoniak, és ugyanezeket mondták. Mert hogy mellettem ül, gondolj. Azonnal nem is csodálkozom. Bogi, jössz velem fotózásra, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Én meg koncertjegyet mulat az aréna, január 7-én, ahol nagy sztárok, Szandu Csorba, ő egy román, cigány előadó, úgy nevezik, hogy a cigány király, ő is a vendégünk lesz, itt lesz Jolly, itt lesz a Kisgrófó, Notár Méri, és még nagyon-nagyon sokan mások. És nekünk ez nagyon fontos, ez a koncert, mert ez a műfaj először szerepel önállóan az arénában. Nagyon, mi meg nagyon szépen köszönjük, hogy az akkor a Bogi, akkor mi viszont megyünk közösen. Ezt hagyjuk, ezt ott a köszönjük. Szép napot nektek, jó maradjon inkább egy jó beszélgetés. Nem. Sziasztok!